reggelt kívánok mindenkinek, tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Valóban azt gondolom, hogy nagyon rövid bevezetőt mondanék, mert klubon vagyunk, és aznak a műfaji kelléke és fogalmi eleme, hogy beszélgessünk egymással. Amit itt látnak tőlem balra, egy ilyen rövid klippesített alkalmazás bemutatót, ugye azt mutatja be, amiről kicsit fogunk beszélni, hogy ugye a múlt héten a miniszterelnök úr által átadott Ludovika Campus esetében ugye megcsináltuk ezt a fajta virtuális kampuszt. Ugye ez az alkalmazás valójában arról fog szólni és arról szól, hogy magyar fejlesztéssel, magyar szerverekkel, magyar szoftverekkel hogyan lehet a virtuális valóságot, a térinformatikai rendszereket és a közhiteles állami nyilvántartásokat összekapcsolni. Hiszen ez az egyik legizgalmasabb gyújtópontja az okosváros megoldásoknak. De ha megengedik, akkor a legrövidebben a digitális jólétprogramról magáról beszélnek néhány mondatot, bár úgy tudom, hogy Dajs Tamás miniszterelnök biztos volt már ennek a klubnak a vendége, tehát ő gondolom az egész... Nagy rendezvényeinken szokott Dajs úr részt venni. IT Business Klubban azt hiszem talán személyesen nem vett még részt, de az ilyen 200-sős rendezvényeknek ő szokott lenni a keynote speaker. De gondolom, van azért személy átfedése. De van. De Botvili már többször, úgyhogy. Mind a hármunknak, tehát a Botvili most a kis Dajs Tamásnak is, nekem is megvannak a magam hangsúlyos mondatai a digitális jólétprogrammal kapcsolatban. Meg azt is elárulom, hogy a DJP-n belül van egyfajta érdekes szerepjáték, hogy a Botvili egy kicsit az avantgárd, a multinacionális megoldások iránt nyitottabb, én, ha tetszik, egy ilyen patriótább, fundamentalistább képviselője vagyok a digitális jólétprogramnak. Tehát ugye, ami a legizgalmasabb a digitális jólétprogram alap megközelítésében, hogy ugye hatalmon van egy olyan kormány, ami 1000 éves magyar államról beszél, Szent Koronáról beszél, nemzetről beszél, és adott tulajdonképpen az elmúlt évtized egyik legrobosztusabb nemzetközi tendenciája a digitalizáció, ami fogalmilag egy globális, ha tetszik, a nemzeti jellegre kevéssé reflektáló folyamat. Hogyan lehet ezt összeilleszteni? És azt gondolom, hogy emlékszünk jól az internetadóval kapcsolatos tüntetésre, amikor a magyar kormány fölfogta, hogy nem lehet azzal a testtartással hozzáállni ehhez a digitalizációhoz, mint addig tette, hogy hát aggódva nézzük, hogy ez a családokra, a gyerekekre, a nevelésügyre miképpen hat, de valahogy túl kell élni, el kell viselni, hanem ahogy általában más ágazati területeken, itt is proaktívnak, kezdeményezőnek kell lennie. Na most ez a digitális jólétprogram. A digitális jólétprogram a miniszterelnöki kabinetiroda minisztérium keretében működik, ennek megfelelően kiegészítő jelleggel tevékenykedik. Nem vonunk el hatásköröket szándékunk szerint a belügyminisztériumtól, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól. És itt a főszerkesztő asszony külön kérte, hogy egy rövid mondat erejéig emlékezzek meg a ki mivel foglalkozik okosváros kapcsán kormányzati szereposztás tekintetében, bár itt a kormányzati újjáalakulás tekintetében, tehát ami adott esetben június elejéig bizonyosan valid, és majd a miniszterelnök úr eldönti, hogy ezek mennyire maradnak, ezek a szereposztások és feladatkörök tartósan úgy, ahogy ma jelenleg láthatóak. De mindenképpen ugye rögzíteni kell, hogy az okosváros megoldások vagy smart city megoldásoknak első helyi kormányzati felelőssége a miniszterelnökségnél van, és annak a végrehajtása a Lechner Tudásközpontnál. Ugye ennek megfelelően az okosvároson belül a Lechner elsősorban építésügyi településfejlesztési megközelítést alkalmaz. Kevesen szokták emlegetni, de mégis döntő jelentősége van a belügyminisztériumnak okosváros fejlesztés tekintetében, hiszen az okosvárosoknak nyilvánvalóan a végrehajtási alanya az önkormányzatiság és az önkormányzatok. Az önkormányzatok ágazati felelősség a belügyminisztériumnál van, és bár nem szokta sokszor a belügyminisztérium smart citynek nevezni azokat a köfop megoldásokat, amiket alkalmaz, mondjuk IKIR meg egyebek, de ezek vastagon okosváros megoldások. És amiről még mindenképpen meg kell emlékeznünk, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, hiszen az okos város mögött mindig van infrastruktúra, minden digitális fejlesztés mögött van infrastruktúra, és a digitális infrastruktúra fejlesztésére a kormányzaton belül a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felel. Tehát ez a hármas az, ami kormányzati szempontból azt gondolom, hogy döntő. Tehát azt is lehet mondani, hogy a digitális jólétprogramnak az egyik első feladata az volt, bármi furcsán is hangzik az önök számára, hogy ezeket a kormányzati szereplőket amennyire lehet még hatékonyabb együttműködésre késztesse. A közigazgatáson belül szerintem aránylag egyértelmű és jól lekövethető együttműködés van. Na most ehhez képest most itt 2018 tavaszán mit mondhatunk, hogy a digitális jólétprogram mit szeretne okosváros tekintetében.
Mert azért, amikor városvezetőkkel beszélünk, lakosokkal beszélünk, az okosváros ügyben van egy általános frusztráció a tekintetben, hogy jobban is mehetnének okosváros szempontjából a dolgok. A szállítók azt mondják, hogy jobb és több terméket, megoldást lehetne elhelyezni. A lakosok azt mondják, hogy nagyon sok mindent meg lehetne jó a közlekedéstől kezdve, a környezetvédelmen át, a közigazgatási okosváros megoldások sokkal jobban meg lehetne oldani. És a városvezetők is azt mondják, hogy szeretnének ők is okosabb városokat vezetni, de valahogy nem kapják meg a szükséges támogatást. És ennek megfelelően nagyon röviden elmondom azt az öt beavatkozást, ami az általunk felállított diagnózis szerint a digitális jólétprogramban szerepel. Az most már bátrabban mondhatom a választások után, tehát a miniszterelnök biztos úr által felvállalt módon, mint beavatkozás az elkövetkező hónapokban. Az egyik, hogy ugye magával a fogalommal és a fogalmat leképező intézkedésekkel, jogintézményekkel van egy kis zavar. Tehát van egy önkormányzati törvényünk, van egy jegyző és feladat és hatásköri jegyzék, abban nem nagyon tűnik föl az okosváros. Pedig aki járt önkormányzatnál, akkor a főépítész, a jegyző, a háttérintézmény vezető ezen kánon szerint működik. Tehát azért nem egy szabadon választott gyakorlat egy önkormányzatot vezetni, hanem ezen feladat és hatásköri jegyzék szerint kell működni. De az első feladatunk tehát, hogy a Smart City, ami egy, ha tetszik, jogszociológiai vagy technológiai kategória, és a magyar önkormányzatiság saját dogmatikai keretrendszere közötti, hogy ezt a szót használjam, interfészt kell megteremtenünk. Ezen dolgozunk. Jó jel az, hogy 2017 márciusa óta a 314/2012-es kormányrendelet módosításával végre létrejött, hogy mi az, hogy okosváros, tehát van róla egy jogszabályi definíciónk, ami ráadásul egy jó jogszabályi definíció, hiszen azt mondja, hogy nem csak városok, hanem városok szövetségei is, lehetnek okosvárosok, és nagyon egyszerűen úgy fogalmaz, hogy okosváros az, aki okosváros módszertannal készít el az integrált településfejlesztési stratégiáját. És mi ez a módszertan? A módszertan nagyon egyszerű, lakossági közreműködésével történik ez, intenzíven igénybe veszi a digitális megoldásokat, és fenntartható. És szerintem kellő bölcsességgel, és látva a fordulatszámát a digitális átalakulásnak, és látva a fordulatszámát egy jogszabály módosításnak, körülbelül ezen az absztrakció szinten lehet helyesen definiálni az okosvárost. De nem is arról az izgalmas szerintem önök számára, hogy jogászok miképpen definiálják az okosvárost, hanem hogy de facto mi fog történni. A második beavatkozás az az, hogy nagyon egyszerűen, hogy érezzék a létszámokat. Ugye 31.400 önkormányzati képviselő vagy önkormányzati köztisztviselő dolgozik az önkormányzatokban. Körülbelül 20.000 háttérintézményi ember van, aki önkormányzatokat látott közelről, az tudja jól, hogy nem elsősorban a jegyző az, aki okosváros ügyekben foglalkozik, hanem valamelyik háttérintézmény jelöli ki a képviselőtestület vagy éppen a polgármester. És körülbelül 10.000 olyan ember van a területi közigazgatásban állami tisztviselőként, aki az önkormányzatokkal foglalkozik. Magyarán körülbelül van egy 60.000-es sokaság. Ennek a 60.000-es sokaságnak van egy ilyen kis új szabály, hogyha 1%-át megtanítjuk valamire, akkor elindul egy olyan evangelizációs folyamat, hogy ezt a profán hasonlatot használjam, hogy megértik, miről beszélünk. Magyarán a DEP elindította Civitas Sapiens néven, most április 25-26-án Tatán, Magyari Zoltán szülővárosában indul el az a képzés, a Közszolgálati Egyetem, MOME és mások együttműködésével, ami kicsit helyre teszi azt a félreértést, hogy az okosváros képzés az nem egy basic informatikus képzés, tehát nem arra kell megtanítani a polgármestert, hogy valami forráskódot megszerezzen vagy feltörjön valamit, hanem ezt a fajta holisztikus szemléletet, magyarán, hogy mi az a hatos klasszifikáció közlekedéstől a környezetvédelemig okosváros jelent, mi az, hogy adatpolitika, mi az, hogy kiberbiztonság, tehát értik, elsősorban közigazgatási szempontból kell értelmezni az okosvárost. A harmadik beavatkozásunk talán a legizgalmasabb, legalábbis a városi vezetők visszajelzése alapján, érzünk egyfajta aszimmetriát a tekintetben, hogy ott ül, jó hangulatban, ilyen tavaszi reggelen mondjuk a Máté Szalkai jegyző, és belép hozzá egy mondjuk elnézést a konkrét hasonlatért a T-csoport egyik szélszes attitűdű képviselője, aki ellenállhatatlan sodró lendülettel elmagyarázza neki, hogy az a megoldás, amit nem is ért, hogy eddig miért nem vettek meg, miért kompatibilis mindennel, miért térül meg szinte hónapok alatt, egyebek. Na most nyilvánvalóan érezzük, hogy ez a szerencsétlen Máté Szalkai jegyző bármilyen kollégáját is fogja behívni, nem tudja validálni az elmondottakat, mert honnan is tudná. Tehát az államnak e tekintetben ugyanolyan minőségbiztosítási, ha tetszik, fogyasztóvédelmi feladata van, mint amikor azt mondjuk, hogy ha én beiratkozok egy egyetemre, tudom, hogy egyetemre járok, és az valóban nem csak attól egyetem, hogy kiírták rá, vagy ha elmegyek a mondjuk lecsóhoz paprikát venni a piacra, akkor tudom, hogy van piacfelügyelet, meg van nébih. Ma az okosvárosok tekintetben nincs fogyasztóvédelem, tehát egyfajta államilag minőségbiztosított
piac szeret mindenképpen a DJP ki fog alakítani. Erről is fog szólni egyébként az április 25-26-ai megoldás, és nem tudom, mennyire vannak itt nemzetközi vállalatoknak a képviselői. Általában a DJP, illeszkedve a kormányzati patrióta gazdaságpolitikához, törekszik ahhoz, hogy amennyire lehet e tekintetben a nagy globális nyomás ellenére a magyar KKV-kat hozzuk helyzetbe. Hát itt most elnézést István, hogy téged kéretlenül egy komoly konfliktusba sodorlak, de ugye, hogy az Intermap versus Google ugye adja magát. Hát mi nyilvánvalóan az Intermapnak, mint kis Dávidnak drukkolunk, hogy a tekintetben a magyar virtuális valóság az ne az elkövetkező 10 évben kizárólag a Google Earth és a Google keresztül elérhető legyen, hanem a FÖMI, az Intermap és sok-sok más magyar KKV együttműködésével, ha tetszik, ez szuverenitás kérdés is, tudjuk működtetni ezt a fajta valóságot. Következő beavatkozás, és utána összesen még két gondolatot mondok önöknek, az ugye a határon túli kiterjesztése a különböző digitális jólét programoknak. Ugye Áder János köztársasági elnök úr nem régen ugye az év köszöntő vagy év búcsúztató beszédében kiemelte a kiegyezést, mint az egyik legsikeresebb magyar korszakot. Ugye ha megnézzük a 1867 és mondjuk 1910 közötti időszakot, a Kárpát-medencei magyar sikertitka egy modernizációs jó testtartás, magyarán, hogy a magyar kultúra, a magyar nyelv volt az a fajta olvasztó tégája, ami a modernizációt hozta. Tehát magyarán mindenki, még a kisebbségek is asszimilálódni akartak egy magyar kultúrához. Ma, amikor ugye az elcsatolt területeken komoly külső nyomás nehezedik a magyar közösségekre, keressük azokat a modernizációs megoldásokat, hogy hogyan tudunk 100 év múlva is, most nem tudom, hogy éppen akkor hol lesznek a közigazgatási határok, de 100 év múlva is arról beszélni, hogy vannak határon túli magyar közösségek, tehát azok a közösségek léteznek, amelyek 1000 éve ott élnek. Magyarán mi az a modernizációs lehetőség? Ez a digitalizáció. Tehát a DJP felvállaltan a kormány határozatban azt mondta, hogy 3 intézkedés már kiterjesztünk, de megvan nagyjából a negyedik, amivel kimegyünk. A határon túli magyar IKT-knak klaszterszerű támogatása, a digitális oktatási stratégia kiterjesztése, és ami nagyon fontos, az okosváros megoldásoknak a bevonása. Tehát amikor mondjuk egy életszerű példát mondjak, Vásárhelyen összefeszül egy román meg egy magyar jelölt, hogy ki legyen a város vezetője, akkor nagyon sok minden szól a román jelölt mellett. Adjuk meg a lehetőséget a magyar jelöltnek, hogy például a digitalizáció szempontból jó legyen, tehát ez a határon túli kiterjesztés történik, hogy az emlegetett tatai áprilisi konferencián 50 határon túli magyar települési vezető, vagy magyar önkormányzati szakértő, tényleg Temesvártól Zentán át egészen Nyitráig jönnek erre a konferenciára. És zárásként, ugye amikor önkormányzati vezetőkkel beszélünk 2010 óta, ugye én is magam is voltam közigazgatási vezető, akkor van egy alapvető félelem, ugye 2010 után, emlékszünk rá, egy jelentős feladat átrendeződés történt 1989-90-hez képest az önkormányzat és az államigazgatás között. Tehát államigazgatási hatásköröket is, illetőleg fenntartói tevékenységet is jelentős mértékben átvett a kormányzat. Tehát ma egy kormányzati ember megérkezik egy önkormányzathoz és mondja, hogy vannak ötletei, akkor nagy valószínűséggel azért, ha ezt elmondja, nem mondja el, egy önkormányzati vezetőnek van egy kis, hogy mondjam, kibillen a komfortzónájában, mert azt hiszi, hogy hatáskörér jöttek, vagy pedig éppen egy intézményt akarnak elvinni. Nagyon fontos ezért minden fórumon elmondani, hogy e tekintetben a központi közigazgatás, magyarán a kormányzat, a DJP, az nem hatósági attitűddel érkezik. Tehát nagyon egyértelműen fogalmazzak, nem úgy fog működni, hogy előírnak valami okosváros megoldást, és a X város azt mondjuk szeptember 15-ig nem teljesíti, akkor onnantól kezdve nem hogy okosváros, hanem egy hülye város, és egyfajta negatív közigazgatási minősítést kap, hanem, ha tetszik, egyfajta lágy, ösztönző rendszerrel kívánunk beavatkozni. Ha érzik, akkor az oktatás, a piaszcél kialakítása is ilyen, és ami nagyon fontos, a finanszírozás is ilyen. És ugye akkor záró gondolatként a finanszírozásról, mert ugye a bizniszről beszélünk, tehát ott azért a finanszírozásnak mindig van jelentősége. Ugye indulnak a nagy pilotok, ugye lássuk tisztán, a Modern Városok program, ami a magyar önkormányzat és városfejlesztésben soha nem látott finanszírozás biztosít a fejlesztésekre, triviálisan modern városokon belül az okosváros fejlesztés egy fontos szempont. Tehát az egyszerűen a DJP egyik fontos feladata ezen megoldásoknak az okosítása. Emögött egyértelmű és jól követhető ugye, kormányzati finanszírozási háttér van. Ami nagyon izgalmas, az az, hogy ugye az okosváros megoldásoknál fogalmi elem a fenntarthatóság és a megtérülés. Magyarán, ha ezek a szavak elhangzanak, akkor ugye egy banki finanszírozó azt tudja mondani, hogy hát kérem, hogyha valóban maga ezt ki tudja számolni, hogy ez így meg így megtérül,
akkor onnantól kezdve finanszírozhatóvá válik. Tehát már csak azért is nagyon fontos a piac térben emlegetett validáció és a jogszabály háttér lehetővé tétele, mert nem csak a Magyar Fejlesztési Bank, hanem a kereskedelmi bankok is érdeklődnek a tekintetben, ugye hál' Istennek azért javuló tendenciát mutat Magyarországon a banki finanszírozás, bár mindenki el akarja kerülni azokat a csődhelyzeteket, amik az önkormányzatoknál 2010 után ugye konszolidálni kellett. Tehát magyarán a finanszírozás tekintetében azt gondolom, hogy a Modern Városok programhoz hasonló kiemelt közvetlen költségvetési támogatás mellett elsősorban banki finanszírozást tudunk megteremteni. Zárásként, tehát magyarán a magyar kormányzatnak e tekintetben az a feladata, hogy a finanszírozáshoz biztosított validációs környezet és jogszabályi környezet lehetővé váljon. Én akkor most befejezném, majd kérdésre szerintem nyissunk egy külön fejezetet az adatok használatáról, mert szerintem az egyik legizgalmasabb része az okosváros tekintetében, és az, amiben a DEP egy külön intézkedés tekintetében a legintenzívebben fog várhatólag most nyáron és ősszel előre haladni.